kerületünk egyik legforgalmasabb helyszínén, a Boráros téren vagyunk. A rendőr urak pedig délutáni szolgálatukat látják el, ugyanis egy új szolgálat lépett hatályba, amit úgy neveznek, hogy posztos szolgálat. Mit is jelent ez konkrétan, mi a feladatuk itt a Boráros téren? A posztos szolgálat lényege az, hogy gyalogos járőrök vannak itt a közterületen, és elsősorban a bűnügyileg jobban fertőzött területeken jött létre ez a szolgálat, így került szóba Boráros tér is, ahol rengeteg a rablás, nyaklánc, illetve táskakitépés, van a gépkocsi feltörés és a különböző zseblopások. Ezeket a jelenlétünkkel akarjuk megakadályozni, illetve amennyiben nem sikerül, akkor a intézkedéseket foganatosítani. Nagyon örülök neki, hogy egyek most sűrűben vannak, de mindig járnak, de most azóta tisztult a Boráros térnek, a aluljárónak a vendégköre vagy átjárókörre, nem mertek lejárni az emberek az aluljáróba. És most, hogy sűrűben jönnek a rendőrök éjjel és nappal is, nagyon sokat számít a 9 kerületnek vagy a Boráros térnek. Mai nap folyamán így a körözötteket próbáltuk kiszűrni, így a lekéréseikkel, szúrópróbaszerűen, valamint az engedély nélküli árusokkal szemben léptünk föl, illetve nyaklánc kitépőket, akikre tudjuk, hogy milyen személy leírásuk van, azokat próbáltuk kiszűrni a tömegből. A leggyakoribban előforduló bűncselekmények azok a nyaklánc és a táska kitépés. Ezeket próbáljuk legjobban visszaszorítani. A posztos rendőri szolgált mindenféleképpen visszatartó elő. Másrésztről a lakosság szubjektív biztonságérzetét növelik ezek az intézkedések. Rég igény volt a lakosság és a képviselőtestület részéről, hogy bűnügyileg frekventált helyeken, olyan helyeken, ahol nagy a gyalogos forgalom és minden egyéb más indokló tényező, ott próbáljunk meg valamit tenni. Ennek érdekében fölmérettem a kerületbe az ilyen helyeket, és csomópontokat állapítottunk meg, ahová sikerült állandó rendőri jelenlétet biztosítanunk. Ezt mi szaknyelven posztos rendőrnek nevezzük, ami azt jelenti, hogy egy járőrpár egy adott területen lát el szolgálatot, azt nem hagyja el, és annak a területnek közbiztonságáért felel. A kerületben 3 ilyen csomópontot gyűjtöttünk össze, az egyik az a határúti metró megálló aluljárója és felszíne, a másik az a Szódi úti lakótelep, a harmadik helyszín pedig a Boráros tér, ahol így állandó jelenléttel vagyunk. Érezhető pozitív változás, tehát a bűncselekmény számok azok ezen a területen csökkentek, valamint lakossági visszajelzést is kaptunk, például a határúti aluljáróban egy boltos jelezte, vette a fáradtságot és megírta nekünk, hogy köszöni szépen ezt az intézkedést, mert azóta a boltjának a forgalma jelentősen nőtt és nagyobb biztonságban érzi magát. Hát mi a mi részünkről, mi 5 éve üzemeltetjük ezt az egység, vendéglátóipari egységet, és nagyon-nagyon örülünk neki. Hát javarészt eltűntek azok az emberek, akik itt rontották az üzletet, mert hát ugye köztudottan nagyon-nagyon rossz volt a közbiztonság, hát itt fényes nappal raboltak ki embereket, szakították le a nyakláncot a nyakából, tehát itt most nagyon jó. Mert itt, hogyha valaki most már hangosabban szól, itt van rögtön a rendőr, és hát tudnak intézkedni. Határúton most is van térfigyelő rendszer az aluljáróban, amit a Budapesti Rendőrfőkapitányság üzemeltet, de eddig ott nem nagyon volt élőerő, így most élőerő van, tehát hogyha netán valamit a posztos rendőr nem vesz észre, de a kamerán látják, akkor azonnal késedelem nélkül tudják értesíteni, és ő tud intézkedésbe kezdeni. A térfigyelő kamerákat annyiban kiváltja, hogy mégis 2 rendőr járja a területet, és lehet, hogy olyan helyeket is lát, és olyan eseményeket is észlel, ami a kameráknál esetleg takarásban marad. Erre esetleg volt példa most az utóbbi időben? A kiegészítésre igen, tehát a határúti aluljáróban történt olyan, hogy a központból szóltak, hogy lát valamit a kamera, amit a rendőr épp nem vett észre, mondjuk a felszínen volt, és nem az aluljáró rendszerben, azonban pillanatokon belül oda tudott menni, és tudott intézkedni a jogsértővel szemben. Szeptember 15-től működik ez a rendszer. Ez a határúton és az Aszódi úti lakótelepen minden reggel 6 órától este 10-ig látható ilyen úgymond posztos rendőr, aki csak ott teljesít szolgáltat, nem hagyja a területet. Boráros téren pedig a délutáni csúcs közlekedési időszakban, hétköznaponként délután 4-től este 6-ig, valamint éjszaka hétvégén, hajnal 2-től hajnal 5-ig. A posztos rendőri szolgálat ideje ugyan lejárt, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy a bűnözők most megkörnyékezik a Boráros teret és környékét. Figyeljünk oda saját és egymás értéktárgyaira is.